Na, akkor megpróbálom megjegyezni, Shunbun, Soso, Kanro, Toji, Shunbun, Kanro, Toji. Sziasztok! Pa! Szeretném megtanítani nektek, hogy hogyan lehet alternatív módon számolni az időt, a hónapokat, és hogy egyáltalán azon a beosztáson túl, ami normális esetben januártól decemberig tart, a Shunbun, a Toji, a Kanro mit jelent, miért gondolják, már megint úgy a japánok, hogy az nem elég jó úgy, ahogy a világ legtöbb táján csinálják, hanem még egy picit cizeláltabban, aprólékosabban, tradicionálisabban kell a hónapokhoz hozzáállni. Ezt a tanítást pedig egy olyan Grand Seikon keresztül szeretnénk ma elvégezni, amelynek egyébként egy egészen különleges kiadását hoztuk el négy évszak, azon belül négy egészen különböző életfázis a természet és a japán, a távol emberek számára, ami visszajön majd egyetlen órában. Úgyhogy sztoris fél óra elé nézünk szerintem. Nagyon szeretem vinni ezeket a sztorikat, mert elképesztő, hogy mennyit lehet mesélni csak arról, hogy miért ilyen az az óra, miért ilyen a színe, és hogy mi történt ezzel kapcsolatban 1500 vagy 6000 évvel ezelőtt a földgolyó azon részén. Úgyhogy amennyire tudtunk, kiöltöztünk, elhoztunk egy csomó grancellikus ajándékot, és főleg elhoztuk magát az órát, amely az ősz egy egészen különleges időszakát fogja nektek megmutatni. De hogy ki bontja ki, ez mindig az első nagy kérdés. Meg mielőtt ezt eldöntjük annyit? Pakoljunk itt az asztalon, hogy akkor a mai nyereményhez egy nagyon szép gráncsejkot, mm -hmm. egy dupét, meg egy jegyzettömböt fogunk, mint egy kis gráncsejkos csomag így összerakni, és akkor ezt, ezt hogyha egy oda is raktuk, akkor jöhet a doboz. Jó, én, én figyelj, én ezt Mered, nagyon nagy, 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 nagy azért átadom neked, mindjárt elmondom, miért adom át neked, közben nyugodtan szeretném Köszönöm a Mert uh, egyrészt ez egy nagyon jó dolog, kicsomagolni az eredeti dobozzából egy Grand seiko van egy ilyen érzésem, hogy, hogy egy igazán szakavatott kéz, amely tudja, hogy mit talál majd és avval mit kell kezdeni, az mégiscsak jobban illik ehhez. Pont Bécsben voltunk kajálni, és tápelspiccet ettünk, és azért az nem mindegy, hogy amikor fő a marhahús, ott van egy kis pirított krumpli, egy kis torma, hogy azt a pincér hogyan tálalja neked, és nem csak oda dobja, hogy szed szét, és most te leszel a Grand Seiko pincére, úgyhogy időközben, mint látjátok, kikerült maga a doboz, a használati utasítás, a garancia levél, és akkor folytassuk tovább a fontosabb lényegi részekkel. Addig mesélek egy kicsit, jó? Ennek az Elegance Grand Seiko órának, Négy verziója van, ebből hoztunk el nektek egyet, amely abból a szempontból is különleges, hogy eltérő méretű a másik háromhoz képest, egy kicsit nagyobb, sőt szerintem nem is kicsit nagyobb, erről a milliméterről majd fogunk beszélni. És alapvetően egy, mondhatjuk, hogy egy tradicionális színösszállításról van szó, amely ugye igazából a feketét az ezüsttel hozza össze, de már az arany ott figyel, és mindjárt el fogjuk mesélni az évnek, melyik az az időszaka, amelyet ez az óra megidéz. Ami biztos, amióta átadták az új stúdiót a természettel, csak még nagyobb barátságban vannak a Seiko mérnökei. Nyilván ezerszer beszéltünk már a különböző fákról, hegyekről, növényzetről, amelyik lehet számlapokat. Itt azonban az égboltra kell felnézni annak, aki megtalálja, hogy honnan is ered ez a fekete. Hogy tetszik elsőre? Hát én nagyon vártam már, hogy megérkezzen. Ugye a Sosó volt az utolsó, ami ezek az évszakos órák közül a kezembe volt, a vékony hullámokkal, a Balaton felszínén, illetve hát a stúdió melletti <laughs> szuvai a felszínével, és Éppen most ugye a kékből az idén több is volt. Volt egy adásunk a Jég és Ég között címmel, ne. ahol a, beszéltünk a skyflake és az sbgy 07 esről is, és most már vártam, hogy egy kicsit a kékről eljöjjünk, illetve azért vártam ezt a modellt, mert kíváncsi voltam, hogy ez a fekete milyen lesz, mert a, volt nekem korábban egy fekete lakos presszázs órám, és annak éppen, hogy az a fekete mély lak színe, az egy annyira egyedi fekete volt, aminek súlya volt. Tehát, hogy fekete és fekete között is van különbség, mint ahogy a tévében is a különböző technológiáknál más a mélysége a feketének, és nagyon kíváncsi voltam, hogy ennél az óránál ez hogyan fog megjelenni, hiszen ez nem csak egy fekete számlapos óra, hanem rajta van egy teljesen egyedi minta, ami ezt a homogén feketeséget megtöri. És ehhez viszont már a kezedbe levő lupéra is szükség van, hogy ez felfedezhető legyen, mert ez talán az egyik szépsége egyébként ennek a mm. számlapnak, hogy messziről egy, egy homogén feketének tűnik, és ahogy egy picit közelíted a, a számlapot, úgy kezdenek előbújni ezek a minták a, a számlapról. Úgyhogy én nagyon vártam, és főleg azért is, mert ugye Sosem már hogy ez az őszhöz tartozik, ez a, uh -huh. a fekete szín, és nekem nagyon egybecseng mindig, hogy ősszel, amikor ez az óra visszaállítás van, akkor az egy ilyen gyomros mélyütés nekem, hogy elkezd már négy órakor fél négykor fekete vagy sötét, sötét lenni és ez mindig, mindig ilyenkor tudatosul bennem, hogy itt vagyunk az ősznek a vége fele, hamarosan jön a tél, és ebből a szempontból ez a fekete számlap nekem így nagyon egybecseng vele. Lehetett volna a tél is, amikor majdnem egész nap sötét van, de mégis ez az órátállásos dologgal nagyon egybecseng. Mindjárt elmondjuk, megmutatjuk közelebbről is, hogy ez a fekete miért nem csupán fekete, de amíg odaadom, hogy szerintem nyugodtan nézd meg a legkisebb részleteket rajta, hadd mesélj egy picit arról, hogy mi az, hogy szekki. Mert ha tudja valaki, hogy mi az a szekki, akkor jobban érti, hogy az évszak fogalma az egy sokkal bonyolultabb és cizeláltabb fogalom Japánban, mint a földgolyó egyéb részein. Ugye alapvetően négy évszakban gondolkozunk, de nem a japánok, akik, és ennek megvan a maga oka, igazából 24 szekkire osztják az évet, ami azt jelenti, hogy alapvetően ugye minden évszaknak van hat különböző lebontás, és így jutunk el a 64-24 szekkig. A szekkik értelme vagy jelentősége egyébként az, hogy összességében, hogyha valaki csak annyit tudott tavasz van, akkor, és gondoljunk tényleg akár több ezer évvel ezelőttre, azt tudja, hogy tavasz van, nem tudja, mikor kell elvetni a magot, nem tudja, mikor kell learatni a terményt, mert az, hogy tavasz, az egy nagyon tág fogalom. Úgyhogy ebben segít a 24 szekki, ami egyébként kínai eredetű, azt szerintem nagyon érdekes, és innen vették át a japánok, mert a különböző szekkik elmondják azt, hogy igen, most van a valamilyen növény magjának az elültetési ideje. A szekki arról szól, hogy mondjuk van egy tavaszi hónap, a tavasz első szekkie, amikor ugye elkezdenek a fák zöldülni és picit melegebb lesz, de a következő szekki, ami még szintén simán tavasz, az már arról szól, hogy elkezdődik az özönvízszerű eső. Csak hogy érzékeltessem az apróbb különbségeket, és akkor ezzel szerintem forduljunk rá a mi szekkinkre, ami ugye októberre esik, arra az időszakra, amikor a nappalok rövidülnek, amikor egyre hamarabban sötét, de amikor, és ez nagyon fontos leírás egyébként ennek a, a szekkinek, a harmad reggel megjelennek, és, és mégis egyfajta világosságot adnak, ezt hivatott az aranyszínű GMT mutató szimbolizálni. Hát nagyon szépen köszönjük ezt a kis tudástárat, amit itt... Ez nem tudástár, ez igazából, elő, ez feeling. Előadtál, én így vagyok, és ez És ez kellene hozzá. Tehát én azt gondolom, hogy ettől lesz éppen érdekes egy, egy modell, hogyha az ember megérti ezeket a háttér információkat és el tudja helyezni magában, hogy miért lett például ilyen felkelő nap aranyszínű a, a mutató. És ha már erről beszélünk, akkor érdemes egy megnézni, érem? hogy ez a GMT mutató, ami a leglátványosabb része ebből a szempontból, tehát színügyileg, ezt ugye megnézed, akkor a végén a nyíl az lukas. Tehát, hmm. hogy átlátszó, áttört, nek is mondhatjuk. És így egy érdekes eleme az órának, jellemzően azért mindig szokott benne lenni anyag, és, és nem lehet így átlátni. Tehát, hogyha már egyszer itt járunk, akkor említsük meg, hogy ez egy spring drive szerkezet, egy 9 66 os GMT komplikációval bővített szerkezet, ami ugye azt jelenti, hogy a mutató mellett a 24 órát jelző számok is az indexek között arany színnel lettek festve, így kapcsolódik össze a mutató a hozzátartozó számokkal, és természetesen a GMT felirat is ugyanezt a színt kapta meg azt figyelem egyébként, most pontosan tudjuk, hogy a seiko meg főleg a Grand seiko a fekete az azért nagyon ritkán fekete, mert hogy tisztán fekete, az megvan neked, vagy az megvan nektek az a fajta festmény, amikor, ha egy picit távolabb vagy, akkor összeáll természetesen egy homogén alakád, de hogyha közelebb lész, akkor, akkor világosan látod az ecsetvonásokat, hogy az valójában ugye nem egy mozdulattal került a vászonra, hanem hát hogy ilyen konyha fogalmazzak, pingálva vagyon. Na most az az érdekes, hogy akárhogy is döntöm bármilyen szögben ezt a felületet, most már világosan látszik, tudom, hogy mit kell keresni, miután a lupéval megnéztem. Pici ecsetvonásokat látunk, ami, most meg egy utolsó ilyen gondolat, mert, mert, egy, egy elég komoly kép tartozik az én fejemben, meg a japánok fejében is ahhoz, hogy mit jelent a kándró, tehát mit jelent ez az évszak. Ez, ez ugye az a kép, amikor ilyen klasszikus, ilyen drakulás kép, hogy az ég már sötét, a hold világít, a felhők ilyen fehérek, és mondjuk még képzeljétek oda egy ilyen fekete denevért, ami elrepült. Tehát ez a mindjárt tök sötét lesz, de még valami pici holdfény, ami nem tudom, hogy holdfény vagy még napfény dereng az égen, ezt a, ezt a feelinget hozza vissza. Egyébként ez jó, hogy így mondod, mert ugye ennek az órának a microsite pont ez a, a bejelentkező kép is. Tehát, hogyha Neked ezt a számlapra ránézve, a lupéval ez jutott eszedbe, akkor. De hol ez a kép? Hát, hogyha a gyári ráncsejk oldalra fölmész, uh -huh. és ennek a modellnek van egy saját microsoft akkor ott a bejelentkező, ennek a microsoft a borítóképe az tulajdonképpen ez. Egy uh -huh. fekete égbolt, a holdal, ahogy egy kicsit a fájtlas felhőket átvilágítja, és előtte pedig ott van az óra számlapja és a tokja. Ugye négy ilyen óra létezik, csak egy picit kitekintsünk, nagyjából mind a négy évszakból egyet szekit választottak a tervezők, az őszhöz ugye ezt a kánrót, és ugye kettőt szerelnek spring drive szerkezettel, kettőt pedig egy, egy high beat mechanikus szerkezettel, tehát így módon lehet választani más feelinget is, mint ez az őszi. Ugye van a fodrozódó víztükör, létezik a megcsillanó keményre fagyott hó tetején a napsütés, és léteznek a buja zöld növények. Ez, ez, talán egyébként a legletisztultabb nekem, amúgy nagyon bejön az arany meg az ezüst együtt, pedig ez nem, nem, mindenkinek evidens, az arany meg az ezüst együtt járása. Igen, és szerintem még ebben egy kicsit plusz játék az, hogy a fekete ezüst mellett megjelenik még az arany is. Tehát ez, ez a hármas szerintem, ami így igazán él együtt ebben a modellben. Egyébként, hogyha már szóba került a másik kettő, hiszen nyáron beszéltünk a nyári kiadásról, tehát a, a, a zöld és a fehér számlapos, akkor csak annyit mondanék, hogy ez a két modell is már elindult, úton van, tehát lehet, hogy mire a videó kikerül, már szintén ezek is kézzel foghatóak, és meg lehet őket nézni a butikban. Mi az oka annak, hogy ennek a négyes es Elegance szériának ez a tagja nagyobb, mint a többi? mert ugye ez egy 40,2 mm-es tok, és a többi az 39 és 40 között van. Nem is olyan pici, tehát kb. Egy ilyen fél milliméter az eltérés tok átmérőben. Ezt tudod, hogy ezt miért, miért különböztették meg ennyire? Egész pontosan nem tudom megmondani. Én azt tudom esetleg így elképzelni, hogy talán pont, hogy a választási lehetőség nagyobb legyen. Tehát, hogyha valakinek az a 39 és a 40 mm közötti különbség számít, akkor legyen lehetősége választani. Érdekes, hogy ugye ez a nagyobb, ez épp, hogy 40-en túl van, de, de, de nem, nem, tűnik ez se nagynak. Egyébként tehát... hozzá tudom képzelni azt is, hogy pont azért, mert hogy ez fekete számlapos, és a fekete az általában kicsinyit, tehát kisebbnek hat, és azért lett ez a nagyobb topban. Uh -huh. És lehet, hogy a másiknál, amelyik ugyanilyen szerkezettel készült, de világosabb a számlapja, ott az érzet egy kicsit nagyobb, és azért ott magára a fizikai méretre meg egy milliméterrel kisebbet terveztek. Elképesztek ez a hogy tényleg szinte látom magam előtt, mint valaki, nyilván ez a technológia, hogy készül, de e ezt érzékelteti velem, egy lehetetlenül vékonyhegyű ecsettel a feketét megtöri és, és pingálja, és hozza azt a pici fényt a, a tök fekete égboltra. És tudod, mi? nekem ami még így azt mondom, egy érdekes hozzáadott érték ennél a Grand Circle-nál, hogyha azt mondod, hogy itt ilyen ecsetvonások vannak, akkor nézd meg a tokfülét az órának, ahogy az oldalán és a tetején szálpolírozott, de uh -huh. van ez a pici csík, ami fényesre van polírozva, és ez is olyan egy vékony pontból indul, és szélesedik itt errefele, ez is olyan, mintha ott egy ilyen vonás lenne. És ez, ez, ez csak? ezen a fajtán él ennyire ez a pici sík. Igen. És hogy Nem a... lennék egyébként polírozó mester a Hát évtizedek munkája, tehát a legkevesebb tíz év, amiután valakit odaengednek egy Grand óvosz, hogy polírozzon, tehát tíz évet kell eltölteni gyakorlóként ahhoz, hogy utána majd te is készíthessél egy ilyet. Illetve hát, hogyha valaki a későbbiekben szeretné felújítani az óráját, akkor ezt az órát is vissza kell küldenünk, vagy visszaküldjük Japánba és csak ott tudják ezzel az aracupolírozással, ezzel a technikával újra szinte vagy teljesen gyári eredeti állapotúra visszapolírozni. ránézésen annyit, de nyilván is látjátok, el lehet mondani, hogy van egy járástartalék mutató a számlapon, ugye ez sem evidens, mutattunk már olyan órát is, aminek ez a hátlapján volt, van egy dátumablak, de egyébként a járástartalék kijelzőnél észrevetted, hogy a 48-ig a mutató az teljesen, vagy a kijelző az egyszínű, és az utolsó negyed, vagy harmad, ugye, mert Aha, három nap van, az a vastagabbra van festve. Nem csak vastagabbra, hanem egy kicsit más fényesebbre is. Színnes. Tehát, hogy, a, hogy amíg biztonságban van az óra ezügyben, addig egy ilyen szürkésebb, csillogós tartományban mozog a mutató, és amint a benzinlámpa elkezd villogni, úgy egy picit ezüstesebb, de ezt, ezt de ezt most már igen, szabad szemmel is lehet látni. Már... Ezért jó egy ilyen granceikóval vacakolni, ha ezt annak lehet nevezni, mert utána, miután megnézted közelről, már szabad szemmel is tudod, hogy mit kell látni, és látod is, de, de elsőre nem, nem szúrod ki. És ráadásul ez a jobbik fele. Mert van egy olyan, amikor hallasz egy felvett zenét, és van benne egy vagy valami, és utána benne marad a füledbe, és mindig zavar, hogy az ott van. De az, amikor látsz egy szép dolgot, és bennem marad és zavar a szép, és mindig újra és újra meglátod azt a szép dolgot, az egy jó érzés. Úgyhogy igen, egy csomó ilyen részlet van. Tehát nekem ugyanez volt, hogy mondtam, a tokfülnél ez a nagyon vékonyan polírozott rész, én nagyon szerettem azt, amikor a koronán is benne van a GS logó, illetve uh -huh. a GS-eknél, a Grand seiko ez benne van, de az egyéb modelleknél is, amikor valami kis pluszt oda tesznek, és a korona vége is ilyen szépen ki van dolgozva, és valóban ez a járás kijelző eddig nem volt jellemző a korábbi modelleknél, hogy ezt a pici pluszt megkapta volna. Úgyhogy ez is azt gondolom, hogy sok kicsi apró dolog, ami együttesen, külön-külön is, de együttesen is sokat hozzáadnak. a ahhoz a jó érzés az, amivel egy ilyen órát viselni lehet. Ugye erre az órára is igaz az, amit elmondtunk korábbi műsorokban, kisebb, vagy 100 ezer forint környéki modelleknél, ami ugye mondhatjuk egy egyfajta ilyen ökölszabály, hogy azonos funkció, azonos színnel. És ugye itt sem véletlen az, hogy ami arany, ezen a számlapon az összetartozik, tehát a GMT mutató és a hozzá tartozó, ugye 24-ig beosztott számla az az, ami arany, illetve maga a GMT felirat Igen. az órán. Még annyit mondanék itt a videó végén, itt lezárásképpen, hogy ugye az, az idei évtől kezdve, már a Grand órákra 5 év garancia vonatkozik, gyártói garancia és ennek megfelelően megváltoztak a garancia kártyák, füzetek is az óra mellé, amiket adunk, illetve hamarosan bevezetésre kell egy, kerül egy elektronikus regisztrációs rendszer, amit csak a hivatalos Grand Seiko eladási pontok, üzletek, butikok tudnak hozzáférni, és ezen keresztül lesz minden egyes óra regisztrálva a gyár részére. Tehát amikor eladásra kerül, akkor az rögtön Tokióig jut annak a híre. És hogyha már erről beszéltünk, akkor szintén engedjétek meg, hogy megemlítsem, hogy a Seiko applikáció is tovább fejlődik, és a Seiko applikációban is minden egyes órához megjelenik az, hogy meddig érvényes az adott órának a garanciája amire azért volt egyébként elsődlegesen szükség, és ezt a fejlesztést már elkezdtük azelőtt, hogy ez a, a, a gyári öt éves garancia megjelent volna, hiszen a különböző klubtagsági szintekhez automatikusan eltérő, garanciát adunk, illetve ugye az idén január óta bevezetett új garanciális törvényi kötelezettségek is determinálják azt, hogy különböző árkategóriákhoz más hosszúságú garanciát kell adnunk. Azért, hogy ezt az egész bonyolult rendszert leegyszerűsítsük, ezért gondoltuk azt, hogy minden egyes óra mellé, ami regisztrálásra került a klubtagsági mm. rendszerben, akkor egyből megjelenítjük azt, hogy az adott órának meddig érvényes a garanciája, és akkor így a legegyszerűbb követni. Szóval a Kandró volt a vendégünk a mai műsorban, az ősznek és azon az októbernek az az időszaka, amikor le rövidülnek a nappalok, és ezt a videót sem talán véletlenül pont abban az időszakban készítettük el, amikor most már ez a fajta fájdalom, ami néha téged is megüt, hogy is nagyon tél van, tehát hogy még, még bőven tart a nap, és már sötét van. Ez abszolút beleillik, de azért ez mégis egy, egy üdes színfolt, és tényleg, aki érteni akarja, hogy mi a különbsége a Grand Seiko és a Seiko között, az egyszer vegyen egy ilyen lupét, és szálljon öt percet arra, hogy belenézze ebben talán első ránézésre egyszerű órába az üveg alá, és elképesztő részleteket fog benne találni, amellett, hogy persze a, a Spring Drive GMT komplikációjú szerkezete, egy komoly sztori, ami ebben dobog, és azért azt sem teljesen véletlen, hogy amellett, hogy a méretekről beszéltünk, hogy ez egy picivel nagyobb, mint a három kollégája, azért arányait tekintve ez egy viszonylag, viszonylag vastag tok, ezzel együtt Mind a ketten könnyen földobtuk, szerintem be egy csatolni, és úgy megült az ember csuklóján. Igen, ha már említetted, hogy mindenki nézze meg, akkor mindent csak azt mondom, hogy gyertek el a butikba, a kollégák biztosítanak nektek egy lupét is, uh -huh. egy rancéko lupét, amivel ti is meg tudjátok nézni közelebbről is az órát. És akkor tulajdonképpen a mai videóból sem maradt más hátra. De mint hogy a, az, az elején meg. elmondott nyereményekkel a Lupéval együtt ezt megnyerje, illetve hát kettő csomagot a szokás szerint, egyet a videó alatti kommentelők között, egyet pedig az applikációban. És akkor a kérdésünk pedig legyen Andráshoz kötődő, hogy ha már ilyen szépen felkészült és ennyi mindent elmondott itt a, a szekikről hogy akkor tulajdonképpen a kérdés az, hogy Japánban hány részből áll egy év, hány szekkiből áll egy év. És azt is írjátok be, tudjátok, mint ha már ennyit beszéltem erről, hogy nektek melyik a kedvenc szekkitek? Tényleg nézzétek meg, ugye mutattunk szerintem, most is a videóban láttátok ezt a olyan részletgazdag kör, mint amilyen egyébként részletgazdag az élet körforgása is, Írjátok egy olyan szekit, ami nektek tetszik, illetve írjátok meg, hogy a négy az Elegance modellekhez hozzárendelt szekik közül nektek melyik a kedvencetek, és akkor megy ki a nyeremény majd. A szekit, hogy fogják tudni kiválasztani a, a, ezen a képen, amit kiraktunk, kiválasztja a kedvenc hónapját, időszakját, és akkor ahhoz kinézi, mm -hmm. hogy mi annak a, a, mi a szekki így, neve annak így. az időszaknak. Így. Okay. Úgyhogy barátkozzatok egy picit azzal, hogy hogyan lehet másképpen is bánni az idővel, vagy értelmezni azt, mint sem a hagyományos négy évszakos 12 hónapos lebontásban, mert a Seiko így csinálja és jól csinálja. Köszi, hogy ma is velünk voltatok, hogyha tetszett a videó, akkor egy lájkkal lesz, jelezzétek, támogassátok a kollégáknak a sok munkáját ebben a videóban, ha hát nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok föl a csatornára, a kis harangot pedig csengetve pedig a Youtube felé jelezétek, hogy a következő videóról is szeretnétek értesítést kapni. Várjuk a válaszaitokat. Sziasztok! Hello!